Mi, az Etédi Józsika Miklós általános iskola 7. osztályos tanulói vagyunk. Székelyföldön, Romániában élünk. Vannak barátaink Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Magyarországon. Hogy mit jelent számunkra az összetartozás? Elsősorban azt, hogy mi és a barátaim magyarok vagyunk. Más-más országban születtünk, de magyarnak valljuk magunkat. S fáj, ha románnak, szerbnek, ukránnak, horvátnak vagy szlováknak hívnak bennünket. Hiszen, hogy hová születtünk, arról nem tehetünk. De hogy tovább visszük-e őseink hagyatékát, nyelvét, kultúráját, az már a mi döntésünk. És mi mindnyájan döntöttünk. Ebben összetartozunk. Másodszorban azt jelenti számunkra az összetartozás, hogy amikor évente találkoznak iskoláink diákjai, mikor találkozunk egymással, a Kárpát-medencei magyar iskolák találkozóján, immáron 21 év óta, 6 ország, 6 iskolájából, akkor mindannyian magyarul beszélünk. Megértjük egymást. Mindannyiunknak magyarul meséltek szüleink, magyar gyermekjátékokat játszottunk. Ugyanúgy szólt a Jancsi és Juliska, ugyanazt jelenti az elvesztettem zsebkendőmet. Közösen tudjuk énekelni több 700 kilométerre, felnőve a tavaszi szélvizetáraszt, vagy a Csitári hegyek alatt kezdetű népdalokat. Egymást vizsgáztatva idéztük, felváltva a János Vitézből, Toldból, Kőműves Kelememből, vagy a Velszibárdokból. Mindannyiunknak ugyanaz a szép, ugyanazt jelenti az érték. Ugyanaz a múltunk, a történelmünk. Közösen látogattuk meg a vereckei hágót, ahol mindannyiunk Árpádja belépett a Kárpát-medencébe. Mindenünk közös. Mit jelent számunkra, hogy összetartozunk? Az, hogy ellátogatva az egyes országok nevezetességeihez együtt tudjuk csodálni a budapesti országházat. Egy lélekkel tudunk fejet hajtani az eszéki, golyónyomos épületek előtt. Közösen hallgathatjuk a palosz nyelvjárásában a népdalokat, a népbaladákat, és egy azon lelkülettel vehetünk részt a pünkösdi csíksomlyói búcsún. Számunkra akkor összetartozni azt jelenti, közösen imádkozni népünk megmaradásáért, hiszen valljuk, amikor 60-an, 6 különböző országból énekeljük együtt, Isten áld meg a magyart, akkor mindannyiunk szülőföldjéért imádkozunk. Mert mi jó helyre születtünk, mi jó, hogy itt vagyunk, és hogy miért vagyunk mégis román, szerb, horvát, ukrán, szlovák állampolgárok? Azt nem mi, hanem mások döntötték el. Ott, akkor, 1920. június 4-én. Ma már tudom, hogy nem tehetek mást. El kell mennem oda, ahol a világ nagyurai esztendők óta gyűléseznek már. És szónoklatokat tartanak a békéről, az igazságról és az emberi jogokról. És ha nem eresztenek be az ajtókon, úgy be kell mennem az ablakokon. De oda kell állnom eléjük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat. Mert nem tisztességes dolog a szabadságról beszélni, és mások szabadságát oda ajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni, és oda ajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük, mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem ott a hegyek között? Majd előveszik a pénztárcáikat, mint ahogy a gazdagok szokták, amikor nem tudnak megfelelni a szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik, nem, urak, ne alamizsnát adjatok, adjátok vissza a hegyeimet. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk.